Kezdőknek angol mondatok és beszédgyakorlás 22. rész: Nem egyetérteni. Az előző leckében megbeszéltük, hogy hogyan tudunk egyetérteni, a maiban pedig a nem egyetértést fogjuk. Uh, ehhez az egyik kifejezésünk, mondatkezdésünk lesz az I don't think so, aztán I disagree with, és a that's not right. Super kifejezések, sok mindent fogok róluk mondani, azt is, hogy hogy kell befejezni a mondatot velük, úgyhogy már is nézzük. I don't think so, that's not correct. Uh, I don't think so. a, a think már tanultunk az előző leckében is, akkor ugye uh, az volt, hogy I think so too. Ugye, hogy én is így gondolom. Na most itt azt mondja nekünk, hogy én nem gondolom így. Ugye a szóról megbeszéltük akkor, hogy azt jelenti, hogy így, de mondtam, hogy van olyan jelentése, hogy ezért tehát, ezt nyilván mindig a mondatból kell ö, kibogarászni, hogy melyik lesz a tökéletes jelentése. Általában a think-el egyébként azt jelenti, hogy így. Így gondolom, vagy nem így gondolom. Ö, tehát akkor a kifejezésünk az az lesz, hogy I don't think so. Én nem gondolom így. Figyeljetek rá, hogy don't-tal tagadjuk le, hogyha jelen időben beszélünk persze, ha múlt időben, akkor didn't nyilván, Amivel nem lehet letagadni, az az M. Oké? Okay? Az M-nát, mármint hát nyilván, ha jó lenne, akkor árnát, de nem lehet használni. Erről már beszéltem többször is a kurzus során, úgyhogy csak megemlítem, hogy azért ugye, mert a thingnek két jelentése van, az egyik a... Na, gyorsan, csak azért ide, hogy meglegyen. Az egyik a vélemény, a másik pedig, a másik jelentése az a gondolkodni. Okay? Tehát, ha véleményt fejezzünk ki, már pedig az, hogy én is így gondolom, az egy vélemény, akkor nem kerülhet inges alakba, vagyis nem mondhatok olyat, hogy uh, I am not uh, thinking. Oké? Okay? Mert ez azt jelenti, hogy éppen nem gondolkozok. Tehát ilyen nincsen. Uh, ha, ha viszont gondolkodni akarok, akkor olyat már szoktunk mondani, hogy éppen én most gondolkozok. Ugye? Tehát itt már lehet mondani, hogy valaki megkérdezi, mit csinálsz, és akkor azt mondom, hogy I am thinking. Maximum megkérdezi az illető, hogy és miről, mi, 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 mind gondolkozol. Ugye, tehát akkor ezért nem lehet emnáttal tagadni, ezért kell dont, mert itt a véleménynél egyszerű jelen időt kell használni. Oké? Okay? Tehát akkor én is így gondolom, that's not correct. Um, a dettel ugye visszautalunk ö, arra, hogy az nyilván az, amit a valaki mondott. Egyébként itt, ö, ugye miután azt jelenti, hogy az, és miután visszautalunk valamilyen konkrét elhangzott dologra, itt egyébként az is lehetne a detnél, hogy itt. Ugye, tehát ez ide ez, egyenlőségére teszek, hogy lehetne az itt is, ittiznát. Is teljesen tökéletes az is. A dettel arra inkább csak jobban rámunt, rámutatunk, hogy az, amit mondtál, nem ez, hanem az. Ugye itt a det a az inkább csak egy mutató szó, de megint mondom, hogy ebben az esetben például mindegy, hogy det vagy itt. Um, tehát akkor az nem, ö, nem van helyes. Itt ami érdekes lehet, hogy. Ö, hogy szét van szedve az is not. ugye itt úgy van, hogy it is, vagy hát that is not. miért, mert a natot így hangsúlyosabban tudjuk kifejezni a másik fele, sokkal erőteljesebben utalok arra, hogy az nem helyes, amit te mondtál. Oké? Okay? A correct az, az pedig azt jelenti, hogy ugye helyes, nem korrekt. Nem hát mi is szoktuk mondani, hogy nem korrekt, nem helyes. Szuper, akkor uh, tulajdonképpen itt a kifejezésünk, ez az I don't think so, uh, ezt érdemes megtanulni, hogy én nem így gondolom, és persze, ha szeretnétek, akkor ki lehet még egészíteni uh, egy második uh, tagmondattal is, még plusz véleményel. Nézzük a másodikat. I disagree with your opinion. Hát ez pontosan ugyanaz, ami az előző leckében is volt, csak akkor az I agree volt. Úgyhogy itt, amit meg kell tanulni ebből a leckéből, az csak az, hogy az agree-nek. Kétféle útja van, hogy hogyan tudjuk letagadni. Az egyik az lehet az, hogy i don't, ugye? Tehát akkor használom az egyszerű jelen időt például, a másik pedig az, hogy használunk egy előjáró szót, és akkor azt mondjuk, hogy i disagree, és akkor plusz a vét, hogy mivel, mivel nem értek egyet. Oké, okay, mindegy, hogy melyiket használjátok, i don't agree vagy i disagree, teljesen mindegy. És akkor a vid után pedig mivel. Itt is uh, talán ennyi a lényeg, hogy i disagree with, és akkor utána lehet írni, hogy, uh, hogy mivel nem értesz egyet, vagy éppenséggel kivel. És az utolsó kifejezésünk pedig a that's not right, uh, we should try another way, tehát ez nem, ez nem helyes, ez nem. Ez, ez nem igaz így, nekünk meg kellene próbálni egy másik módszert, egy másik utat. Na nézzük, akkor szedjük szét. That's not right, ez ugyanaz tulajdonképpen, mint az első, a, a that is not correct. Viszont mi a különbség a right és a, és a correct szó között? Hát az a különbség, hogy a, hogy a, a, a correct szót az angolban nem szoktuk használni a személyekre, oké, okay? a right-ot szoktuk használni ö, személyekre is, ugye hogy amit te mondasz, hogy igazad van például, tehát mondhatom azt, hogy you are, you are right, you are right. A corrected viszont ö, általában nem mondjuk személyekre, oké, okay? tehát személyekre nem szoktuk. Oké, okay? tehát ilyen, hogy uh, you are correct. Hát ilyen nem nagyon van. Oké. Okay? Nem mondom, hogy nem létezik, mert az nem lenne igaz, de, de inkább slangben, meg ilyen hasonlók. Oké, okay? tehát úgy Isten igazából uh, nem létezik. Tehát inkább ide teszek egy uh, x-et. Oké, okay. na tehát akkor az a lényeg, hogy itt most nem is emberre utalunk, hanem hogy az nem van igaz, az nem igaz, vagy nem helyes, amit mondasz, még a right így is szoktuk fordítani, hogy helyes. Oké, okay, esetleg ezt jó lehet felírni, hogy a right az lehet igaz, helyes korrekt, mert ugye mi is mondjuk uh, magyarul, hogy korrekt, tehát uh, az is teljesen jó. Csak akkor ez a különbség. egyébként meg, hogy uh, ebben az esetben, hogy det kezdtük a mondatot, itt lehetett volna azt is mondani, hogy correct. Tehát, that's not correct, mint az első példa mondatban. Oké? Okay? Tehát akkor az nem helyes, we should try, nekünk meg kellene próbálni, a should ugye az egy prepozíció, és akkor ugye az prepo prepozíció, modális segédige, azt már az egyik korábbi leckében szintén megbeszéltük, hogy modális segédigék után az ige, tú és inges alak nélkül jön. Ez alól kivétel egyedül a, ideírom, hogy a tú, a have to, ugye ők utánok túljön, és az ought ami a súdnak a, a Aki okay, ezek után túljön, minden más modális segédige után az ige tus nélküli formában követi. Tehát akkor megvan az első mondat, az első mondatrészünk, hogy az nem igaz, utána új mondatot kell kezdeni, tehát megint elkezdjük megállapítani, hogy kicsoda mit csinál. Mi nekünk kellene megpróbálni egy új utat, tehát akkor megint nem magyarosan gondolkozzunk, hanem keressük, hogy kicsoda mit csinál. Ki Csoda, V, ugye mi? Mi csinálunk? Megpróbálunk. És nem csak, hogy megpróbálni, hanem kellene megpróbálni, tehát ugye az a should a kellene, és nem a have to. Vigyázzatok vele, hogy a have to, az a kell, az egy kötelesség, a should pedig kellene, az egy tanács. Tehát mi kellene próbálni, és mit kellene próbálni? Egy másik utat. Oké, okay, vagy módszert. A V az nem csak ö, utat jelent, illetve hát elvont értelemben is jelent utat, mód út. Okay? az ö, another nél még annyi ö, van érdekességképpen, hogy általában együtt ír, ír, együtt szoktuk érni őket, mert ugye ez azt jelenti, hogy egy másik, csak ez az idők folyamán összevonódott. Oké, okay. úgyhogy ha nyilván kiejtésben nem számít, de írásban esetleg azért érdemes odafigyelni rá. Na hát remélem, hogy sok mindent tanultatok vele, hamarosan megyünk egy következő leckével tovább, addig is gyakoroljatok jó sokat. Bye-bye!